Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, itt vagyunk a Kabai utca és a Keresztúri út mellett valahol a meg a Körvasútnak a Rákosi iparvágányán, és itt van velem egyébként Ambi is. Sziasztok! Közös videónk először, mondasz valamit? Igen. Hát ő... Igen. Semmi. Aki esetleg még téged nem ismer, esetleg gondolom az arra, hogy... Igen. Hát igazából már 4 hónapja kezdtem el videózni, úgyhogy már... Hát igen. Kezdünk növekedni, úgyhogy igazából túl sok mondani való szerintem nincs. Hát én már 13 éve mondtad, mert 2005-ben regisztráltam azt a YouTube csatornát. Yeah. Úgyhogy, de mindjárt akkor nézzünk is szét, hogy hol vagyunk. Egyébként Körvasút, ez a kétvágányos delta, amelyik Rákos állomásra csatlakozik közvetlenül. Ott elágazik ugye nyilván másik irányba, az meg Kőbánya felső fele megy. Elfejtettem izé. És... Várja. Itt ezen a, nem tudom milyen területen, mert nem tudom, hogy ez mi volt régebben, szerintem valami olajraktár lehetett, vagy valami hasonló. És akkor itt látszik, hogy még talán még tovább is tartott az iparvágány, de eddig megvan. Itt még vannak sinek. És ott arrafele is még van egy pár zékémény, nagyon nagyobb, szerintem ott. Még az is lehet valami gyár volt itt. Tudom, nem tudom, utána kéne nézni pontosan mi. Mert igazából 6 évvel ezelőtt körülbelül voltam itt, vagy 5 évvel ezelőtt, akkor még nem volt ennyire pusztulva. Itt ez a térvilágító szob az egyetlen, ami még megmaradt. De a világító testek már nincsenek rajta. De erre most nem mászok fel. 6 évvel ezelőtt még fölmásztam rá, a feléig. De az is elég volt. Ott távolabbra nézünk, akkor... Hát az már mint, hogy valami gyár lett volna, nem azokkal a kéményekkel. Igen. Bár azt az épületet talán, ami ott van, az be is rakták. Igen. Csaholt, illetve most is látok valakit, aki arra sétel. És itt találhatok egy pár vágányt. Hát, jaj, igen, hát itt látszik. Ami ennyi. Már és egyébként a besatlakozása az megvan a másik irányba, csak úgy mondom, hogy a Körvasút besatlakozik. De ott már csak egy vágány, és akkor itt a telepen belül ágazik ketté. Ja, István találkozik, hogy kigurítottak egy fülöltöt. És valószínűleg itt még tovább is meglehet. Vágány, kalfák volt ítélve. És ez ráadásul, nézd csak meg, ez már betonaj. Igen. Vagy a fasz, nem, a fasz az is a fa. Ez még fa. És itt még vannak sinek. És itt a... Csak kicsit benőtt a gaz, de ott igen. Van. Itt még vannak sinek. Kicsit szemelkél az eső, aztán azért van néha esőcsepp a lencsén. Igen. Illetve és eddig ment, ott, az pedig azt jelenti, hogy vágányzáló sodompónak a maradványa volt. És itt a vasúti töltés azért látszik, hogy eddig ment, hogy igen. Így. És van ez a földút, tehát szerintem ez volt a rakodó valamikor. Igen, látni, hogy véget is ér egyébként a töltés ott a távolban. Igen, hát meg látod, hogy itt ahogy megy az út, és ott folytatódik, tehát addig van megcsinálva. Igen. Tehát idehol, hát ilyen tehervagonokat toltak be valószínűleg. Illetve még errefelé találtjuk ezt a nagy monstrumot. Ez mi is pontosan? Ez egy térvilágító oszlop. Rákos rendezni még látta az hasonlókat meg a vasútállomásokon, hogy a reflektorokat oda föl tudják tenni a tetején. Hát de most már. Hát nem a reflektor, már rég nincs rajta, és hát szik, hogy azok olyan vaslemezek ott a talajnak így az éjszakaszain, hogy fel tudsz menni a létre, és akkor arra ki lehet állni. Hát de már ez nem nagyon mászható. Hát én most nem mernék felmászni, mert 6 évvel ezelőtt is felmásztam ugye másodikig, de már ott is elég gények lett az a lemez, meg el van vékonyodva már, mert a rohad az vasból hát van, és rohad. A rozsda is már megemlítette többé-kevésbé. Úgyhogy majd 6 évvel ezelőtt és csak a feléig mehettem mászni, most már addig sem mernék ezen. Úgyhogy valószínűleg majd hozzák a flexet is, beviszik a telepre. Hát lehet, hogy az lesz előbb utolsó sorsa, vagy kidől magától, miután megeszi a rosta. Látszik, hogy itt vonat nem mostanában járt. Az kétségtelen. Ez nem füvesített, ez gazosított pálya. Megnézzük ezt az épületet belülről. Új megszerzős vlog. Jó, megy. Nézz a lábad elé, mert mondom, itt még vannak aknák is. Ilyen csatornafedeleket ellapták már. És csak a luk van meg. Na ez mi volt régebben? Ez egyébként szintén egy ilyen terasz, mert való helyiség.
Neked se? Nekem se volt. Azok ilyen tartókonzolok, lehet, hogy itt van tartályok voltak, vagy nem tudom. Hát nem tudom, hogy ez mi volt. Most közben esik az eső, csak úgy mondom. Látjátok, hogy itt még egy aluljáró is van, és a többi, tehát hogy az út az arra ment, és az már ilyen makadámút, az már nem is földút, ott már majd makadámút van, és ott van egy alagút, mert itt még olyan pincerrendszer is van. Aha. Hát az nincs nálam a zseblámpám, akkor nem tudunk lemenni. Egyébként én voltam lent régebben, de semmi extra nincs benne. Pincéles, csak sötét. Még itt egy újság. Azt hiszem, hogy van-e rajta dátum. Nem látok rajta dátumot. Meg kéne keresni a címoldalát, és akkor, hogyha van rajta valahol dátum, akkor legalább azt lehet tudni, hogy mikor hagyták itt. Ja. Akkor már biztos járt itt valaki. A borítóképe, vagy a borító a címe. Igen. Az most... Fogod? Aha. Így. És akkor... Nézzük, hogy hol van a... 8. június. Igen, na csak mutatom a kamerának is, hogy csak fókuszáljon rá. Ott van. 2018. júniusi újság, tehát ez idén nyáron hagyták itt. Ja. Nessai is ott van címlapon. Nessai? Tényleg, 20. oldalon van róla egy cikk. Amik itt jöttünk fel, úgyhogy elvileg lefele is lehet. Igazából csak térdig ér a susnyás, de más itt nincs. Patakultás Bartos Istenúrra. Még azt a portás fülkét megnézhetjük, szerintem az volt régebben. Aha, de itt a... volt még a... Vagy ez csak az a két helyiség van ebben az épületben. Abban az épületben csak az a két helyiség van, itt még a pincében lehet esetleg valami. Ja. Jó, akkor most elteszem a kamerát, aztán ugrunk. Pedig az jó videó lett volna, amikor ott páros lábbal ugrok le ezen a... magaslaton. És akkor nézzétek, hogy... Na, itt van a nagy plac. Itt viszont nézz a lábad elé, mert vannak ennél mélyebb gödrök is. Jó, valószínűleg az úton nincsen. Tehát itt már látjátok ezt a makadámutat. Itt van távolból az épület, meg az a régi, talán gyár épület, talán nem az. És itt volt a főbejárat. Csak ez be van zárva. Viszont van rajta egy tábla. Igaz, hogy kívülről. Ez pedig szerintem mondom a portásfülke volt, mert itt van a főbejáratnál, tehát szerintem ez a... Valószínűleg. Ez lehetett a portás fülke. Innen viszont, hát látod ott az épület, ez végig ki tudunk menni ahhoz a... A tégláshoz? Hát ott a plaplaszhoz, igen, hát aztán meg a szembe a téglás, csak az már eléggé domos alapodban volt már 6 évvel ezelőtt is. És még inkább valószínűleg? Valószínűleg, hát azóta biztos nem javult az állapota, csak romlott. Itt nem érzitek, de... Elősértetlen WC-ban. Hát ez nyilvános WC. Legalábbis annak használják. De hát ez biztos, hogy portás fülke volt, vagy hát valamilyen beléptető emberke itt volt. Igen. Ja, egyébként itt volt a villanykapcsoló, meg egy konnektor, de már kilopták a vezetéket is. Szerintem a falból is kiszaggatták a kábeleket. Ott egy villanykörte. Igen, igen. Nem hiszem, hogy működik, bár lehet, ki tudja. Még a Kecskeméten laktam ott a Koleszban, ami szintén egy ilyen régi laktanyag területén volt, és rengeteg elhagyott épület volt a környékünkön. Az egyik ilyen tisztiszállásnak az épületében találtam a villanykötet, ami működött. Mikor kiégett a Koleszban a kört, még azt használtuk. Beködni?
Működött, tessék, mert kicsavartva a foglalatba, és néztem, hogy ez nincs kiégve. Kipróbáltuk, és működött. És ott egy videókazetta. Az egy VHS kazetta. Ja. Van ott több is. Veskön is egyik videója? Hát lehet. Neked ki tudja. Hát mondjuk hát azért ezek lehet, hogy működhetnek. Ezek még lehet, hogy működnek. Tehát most ha hazavinnék egyet-kettőt, belaknám a lejátszóba, még lehet, hogy valami működne. Ja. Hát majd nézzük meg, hát van rajta valami felirat. Meg itt, ezt még nézzük meg szerintem itt ezt a főbejárat itt van. Mondjuk be van zárva, tehát itt van. De lehet, itt is van, valahol van egy luka kerítésen, ahol ki lehet menni. Igen. Hát ez... Igen, ez itt azon kívül, hogy magánkerülő. Ja. Hát, azt nem tudjuk megnézni. És egyébként ez már a keresztúli út. Itt jár 6-7-es busz többek között. Egyetlen busz, amelyik itt meg is áll a megállókba. Már amikor rákos kapott állomás, ilyen különböző készítettem videót, akkor voltam. Egyébként az is itt van, na igen, ne ezekről beszéltem, ez szerintem ez egy végig út volt. Bár nem, ahhoz nem elég mély. De egy lábtörés a simán bejászhat, hogyha valaki belelép egy ilyenbe. Aha. Hát ezek VHS kazetták, egyértelműen. VHS kazik mindenhol. Kíváncsi vagy, hogy lennék, mi van rajta. De már eléggé szavaráztak. Még ott is van egy. Hát ha lenne több lejátszóm, nem csak egy, amelyik működőképes, lehet, hogy egyébben próbálnám beletenni, hogy hátra törték, hanem valamit műtel megszáradt. De az egyetlen működő lejátszót, azt most nem beszél vele széjjel. Szerintem akkor mehetünk ott. Na, menjünk, nézzük még a másik irányba. Biztos, hogy ez volt a főbejárat, meg a főút. Mert itt látszik, hogy ez már makadám út. Többi az meg csak földes. És ott volt az épület, amiben már jártunk. Ott a télvilágító oszlop. Oda nem, mert ott laknak. És ő kutyával őrzik. Viszont kimenni is csak arra tudunk, ahol bejöttünk. Igen. Igen, ami érdekesség, hogy ezek elég itt tartanak. Ezek vasúti betonaljak. De nem tartják, hogy betonaljak. Hát több betontartfák, és hát betonaljak inkább. Jó, hát vas betontartfá. Szokták hívni betontartfának. Hoppá. Itt is van valami. Hát ez igen, lehet itt is lakik valaki. Ruhaszállító. Van. Igen. Ablak helyén van. Hát lehet, hogy ide akkor. Jó, nyilván oda költöznek be, ahol van ablak. Persze. Semmi jó, hát akkor hagyjuk. Ezeket is valószínűleg voltam utas után. Igen, egyébként a Rákos Csaba és Randon is volt rezidencia. Ja. De ők barátságosak voltak. Szóval, zoommal azért megnézem, hogy... Van egy téglaépület? Nem, látjuk amúgy ezt a téglaépületet. Hát, a felső szinteken már megvannak egyébként az ablakok is. Igen, hát vagy legalábbis így be van fóliázva. Hát igen. Nem biztos, hogy azok igazi ablakok, lehet, hogy se befóliázta. Innen egyébként nagyon annak tűnik, hogy... Ez ilyen... Azt hiszem, ami közlekedő folyosó lehet itt, de nem. Nem, mert az már egy másik terület. Talán azt a... Az egyértelműen vasúti épület. Látsz valamit? Az, hogy valaki. Valaki? Ja, hát igen, akkor nyilván. Jó, akkor abban az épületben is laktak, akkor nem menjünk be. Ez biztos, hogy... Na, itt látszik az a vasúti töltésre, amiben mutattunk, hogy eddig tart. És itt a vége.
ott az ütköző vakavágányok azok addig mentek. Ez egészen kivetődik. Igen, ott valószínűleg egy vágányzáró sodompó volt korábban. És egyébként itt is vannak még betonaljak. És valami vezet egy út arra is. Legalábbis ilyen kitaposott. Úgyhogy ki tudja, hogyha erre még elnézünk, ott mit látunk. Ott csak személy. Személy? Vagy... Ja, hát igen, a kerítésen nincs luk. De azon túl... Hát... Ez itt csak megvan ott valami. Hát, ott látni, hogy azt hittem, hogy ott kívül, de valójában csak... Valaki a szégetet valami. Igen. Hát ez valami rakodóklassz lehetett, vagy nem tudom, mert itt is. Én meg ez kivaldak a betonaljakkal. Itt volt az a földút, amit láttam, most azon megyünk vissza. És itt a vége. Itt még meg vannak ugyanúgy a vágányok. Meg valószínűleg még egy-két vágányot a távolba is megvan a gazba. És igen, ott lehet bejönni. Nincs, hogy igazából ennyi lett volna. Nagyon nem tudtuk bejárni. Hát most oda messzebb, oda nem megyünk el, mert ott laknak. Ki lesz sátrik a mások által. Igen, meg az egyikben kutya is van. Igen. Tehát már őrzik területet. Így akkor ez ennyi lett volna itt. Azt jelent, amit lehetett, azt bejártunk. De azt mindig nem tudjuk, hogy ez mi volt régen, fénykorában. Hát, gyöntem a mások szakutállomás közelségéből adódóan. Ez is ugyanilyen kipari. Hát valószínűleg, mert egyébként mindjárt mutatom, hogy Rákos arrafele van ez a körvasútnak az az ága, amelyik Rákos felé megy közvetlenül. Ez a másik az Kőfelső. És főleg inkább ezen vannak tehervonatok. Ezen. A Kőfelső? Hát persze, mert a Fradi felől vagy a Fradi felé mennek, és meg innen tudnak menni Párkány felé is. Ja. Meg a Szof felé. Szokás szerint akkor ez a videó ennyi lett volna. Igen, tehát lehet lájkolni, szokás szerint diszlájkolni, meg ha nem tetszik, de iratkozzatok fel, és ne csak rám, hanem iratkozzatok fel ambi videókra is. És egyébként éppen jön egy vonat a háttérbe. Záró képernyőnek történik. Igen, az tökéletes lesz. Igen, mi nem tudjuk, hogy milyen, mert még messze van, de jönni fog egy vonat. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, akkor sziasztok. Na, hogy... Hát majd az elágazás után meglátjuk most. Szerintem ez a plafontapasztó. Hoppácsra. Mondom, ez a Rákosra megy. Oh. A hármas samu.